Én Szalai Györgyi vagyok, és kettőnk nevébe, Nárda István és a magam nevébe beszélek. Ő nem tudott eljönni a koronavírus miatt, és hát az egész helyzet tulajdonképpen nagyon abszurd, mert én nem szoktam úgy beszélni, hogy nincsen emberi kontaktus. De hát most a koronavírus miatt el kell fogadni azt a helyzetet, hogy akkor nincsenek szembe velem azok az emberek, akik a filmet látták, a Márai filmet, akiket érdekel. És hát én bevallom őszintén, hogy puskázni fogok időnként, mert kaptam kérdéseket, és próbálok azokra válaszolni, de hát néha eltérek ettől, valahogy megpróbálom megoldani ezt a koronavírus okozta abszurd helyzetet, amibe kerültem, mert fontosnak tartom, hogy akik megnézik a Márai filmet, azokkal tudjak valamit anélkül beszélni, hogy ez dialógus lenne. A kérdésekben van benne némiképp a dialógus, de nincs arc, akivel szembenézzek. Tehát a kamerával vagyok kénytelen szembenézni, és emiatt időnként puskázni fogok a kérdésekre, mert megpróbálom tiszteletbe tartani azokat a kérdéseket, amit ennek az eseménynek a szervezője adott nekem, és próbálok annak a mentén haladni. Tehát nem egy monológot akarok elmondani, hanem próbálok válaszolni a kérdésekre. És hát elnézést, a szemüvegemet fel fogom tenni időnként, hogy a jegyzeteimet lássam. Az volt az első kérdés, hogy a cím miért az emigráns, és minden másképp van. Erre csak nagyon röviden tudok válaszolni. Ezt tulajdonítják Karintinak, szóval erről mindenki mindenfélét mond. De mivel mi a Márai filmet, a Márai utolsó napja, naplója alapján készítettük, mi nagyon tiszteletbe tartottuk azokat a szövegeket, és például ez, hogy minden másképp van, ez Lolának élete utolsó mondata. Egy mondata volt előtte, azt mondta, hogy milyen lassan halok meg. De a legutolsó, ami után már nem beszélt, meghalt, úgyhogy a Márai ott ült az ágya mellett, ez volt az utolsó mondata, hogy minden másképp van. Ezt nem könnyű értelmezni, de mivel mi dokumentaristák vagyunk, mi tiszteletbe tartottuk, hogy miután a történet az utolsó Márai napló alapján készült, tiszteletbe tartottuk, hogy ez volt Lola utolsó mondata. És akkor, hát hogy vajon miért Báncs Ferenc lett, aki Márait alakította ebbe a filmbe. Én nekem szent meggyőződésem volt, hogy hát már én is elmondtam, 80 éves, hogy az öreg kor az egy furcsa történet. És van, aki szépre öregszik, és van, aki nem. És én nekem szent meggyőződésem volt,
hogy mivel filmről van szó, nekünk egy szép öreg embert kell választanunk. Mert hát a film végül is a nézőknek készül, és a vásznon nyilvánvalóan egy szép embert akarnak látni. Egy kis vitánk volt a Dárdaival, hogy ő úgy gondolta, hogy túl fiatal, mert keresgéltünk mindenfelé, de nem találtunk megfelelő civil szereplőt, mivel az eddigi filmjeinket nem színészekkel csináltuk. Ez az egyetlen film, amiben színészek szerepeltek. És akkor én úgy gondoltam, hogy a Márai a Bács Ferenc alkalmas erre a szerepre. És akkor találkoztunk, és a Dárdai is egyetértett vele, és azt hiszem, hogy tökéletes választás volt, mert a Bács Ferenc, van olyan kis plakát, sajnos most nem találtam meg, ahol ketten egymás mellett vannak, és szinte már hasonlítanak egymásra, olyan mértékben azonosult a Bács Ferenc a Máraival. Rengeteg könyvét el is olvasott, mert különben ez volt az a korszak, amikor kezdtek megjelenni a Márai könyvek, miután ő, amikor emigrált, ő azt mondta, hogy semmi nem jelenhet meg itthon tőle. Megjelent egy-két filmje a Püski kiadónál Amerikába, de Magyarországon nem adott engedélyt semmilyen könyvre. Úgyhogy ő nagyon sok Márai könyvet olvasott el, mert akkor jöttek sorba, és mindenki Márait idézett, és volt az összes napló, a füves könyv, és aztán jöttek elő a könyvespolcokról a 45 előtt kiadott Márai színdarabok, novellák, kisregények. Akkor valahogy volt egy ilyen nagy Márai hangulat, mindenki őt idézte jobbról, balról, minden oldalról, mindenki megtalálta a Máraiba azt, ami hozzászólt. Tulajdonképpen az történt, hogy amikor megjelent az utolsó napló, akkor lett valahogy teljesen nyilvánvalóvá, hogy ez az a Márai, amiből filmet lehet és kell csinálni, mert ez egy életük utolsó éveinek, a Lolával, aki végigkísérte az életét, ezek az utolsó évei. És ő sose írt, Márai nem írt privát dolgokról, de ebbe egy nagyon szép drámai történetet írt meg, és nagyon sokat fel tudtunk használni a forgatókönyvből, az utolsó napló szövegeiből. És akkor itt a kérdések között felmerül, hogy mi a fő téma, ami bennünket foglalkoztatott. Elég egyszerű megfogalmazni. A következetes magatartás, a megalkuvásmentesség, a tisztánlátás és a hűség az elhagyott Magyarországhoz, a nyelv révén, egyébként soha nem írt más nyelven, pedig több nyelven beszélt, és jól egy időben újságíró volt, és németül írt, tehát angolul is kitűnően tudott, de ő hű maradt a magyar nyelvhez,
Tehát ez a fajta elkötelezettség volt az, ami bennünket nagyon megragadott. Hát, igen, hát itt van, hogy van itt egy olyan kérdés, hogy mi hogyan, vagy miből írunk forgatókönyvet, vagy csinálunk filmet. A többi játékfilmünk, jutalomutazás, filmregény, átváltozás, stb. Azok mind saját koncepció alapján készültek, azokhoz nem volt semmilyen irodalmi, vagy bármilyen alapanyag. És a jelszavunk az volt, hogy filmet filmkészítés közben csinálunk. Tehát ezek olyan filmek voltak, amiben nagyon sok improvizatív elem volt a szereplők ismeretébe, mert az volt a fontos nekünk, hogy olyan szereplőket válasszunk, akiknek gondolataikat közvetítik, hogy azok a gondolatok legyenek, amiket mi fontosnak tartunk. Hát van olyan kérdés, hogy akkor az hogy zajlott, hogy filmes pályán kezdetétől Dárdai Istvánnal, aki egyébként most a nemzetművésze lett, szinte minden filmet együtt csináltunk, lényegre törő állandó viták közepette. Inspiráltuk egymást, és jutottunk el a végeredményhez. Egyenrangú alkotótársként dolgoztunk. És egyszerűen hatalmas előny az, hogy ketten csináltunk filmet. Nagyon nagy dolog egy forgatás élő menete közben, hogy van kivel összenézni, amivel kontrollálja az ember a saját érzéseit, hogy jó-e, rendben van-e, amit csinálnak. És azt hiszem, hogy hát miután most sokan színészek fogják nézni a Márai filmet, ezt pontosan értik, hogy milyen az, amikor össze lehet nézni valakivel. A főszereplőink, hát pedig már mondtam az elején, hogy én azt gondoltam, hogy egy szép emberre van szükség. Én elmentem megnézni a Bács Ferencet Budaörsön, egy nagyon pici színházba, és én úgy láttam, hogy őt vele meg lehet csinálni, meg lehet őt öregíteni, mert ahogy ott ültünk az előadás után és beszélgettünk, kezdett fáradni. És egyre jobban jelent meg az én számomra az az arc, ami az öreg Márait jelentette. És a forgatás egyébként, hogy a Bács Ferenc mennyire filmszínész, mennyire nem, az biztos, hogy mi tulajdonképpen ugyanúgy dolgoztunk vele, mint az összes többi filmünkben, ahol mind amatőr szereplők vannak, hogy egy emberi viszonyt alakítottunk ki vele, és egyenrangú baráti együttműködés, ahogy csináltuk együtt a filmet, és ő várta a kontrollt.
ő, és el is fogadta. Tehát ha ő úgy értékelte saját magát, hogy szerinte nem megfelelő, nem jó, akkor újra beszélgettünk, és akkor újra nekiugrottunk, és megcsináltuk. És ilyen nagyon jó szakmai, emberi, baráti kapcsolat alakult ki, és ez ugyanúgy érvényes a Lolára, akit Gyöngyösi Kati alakított, és ennek még megvan az a különbája, hogy próbáltunk mi többféle Lolát. És a bács ajánlotta a Gyöngyösi Katit. Csináltunk velük egy próbafelvételt, és tökéletesen összeillettek, és nagyon jól tudtak együttműködni. Tehát a Gyöngyösi Kati méltó társa volt a bács Ferinek. Egyébként van egy ilyen kérdés, hogy a film Houstonba kapott egy zsűri díjat. Na most hát a mi filmes érvényesülésünk és a világban is a szemléken való szereplésünk az egy eléggé furcsa történet, mert a Jutalomutazás az első játékfilm volt, az első, ami mindjárt Mannheimben fődíjat nyert, csak ott a főiskola pártitkárnője, nem, az még az előző volt, két kis film, a főiskolás dárdai idejében nyertünk. Ott a főiskola pártitkár nője a fiókjába őrizte az engedélyezett útlevelet. Ez a 70-es évek volt, akkor nem lehetett csak úgy utazgatni ide-oda nyugatra. Hát és ez a Houstoni fesztivál, ez egy különleges esemény, mert egy másik filmünk, a Tükröződések, ott a kategória fődíját nyerte. A Márai film a zsűri külön díját, és nekünk fogalmunk nincs róla, hogy ki nevezte be a filmet, ki küldte el, vagy ki vitte ki Houstonba. Bevallom őszintén, azt se tudom, hol van Houston, azon kívül, hogy Amerikában van. Tehát a mi szakmánk elég furcsa dolgokat tud produkálni. Hát különben örültünk neki, de hát ilyenkor csak marad az ember szájába egy kis keserű száj íz, hogy így zajlott ez a történet. Egyébként van egy nagyon furcsa dolog az emigránssal kapcsolatban, hogy mindösszesen két kópia készült belőle. Valószínűleg akik ezt eldöntötték, forgalmazók, akárki, nem bíztak a filmbe. Most ez a két kópia, ez volt Pesten, vidéken, és nagyon hosszú ideig játszották. És a Dárdai utána járt és csinált egy statisztikát az évi bemutatóknak, és az derült ki, hogy volt olyan amerikai végjáték, amiből 36 kópia készült, és a két kópiájával a Márai film volt a legnézettebb film abban az évben. Úgyhogy ez egy ilyen
siralmas történet. Egyébként mi nem szoktuk dédelgetni a sérelmeinket. Az viszont, hogy Bács Ferenc nem kapta meg a Magyar Filmszemlén a legjobb férfi alakítás díját, az mélységesen felháborított bennünket. És sajnos Bács Ferencet is megsebezte ez a nyilvánvalóan nyilvánvaló méltánytalanság. Tőlünk és a nézőktől megkapta az Oscar díjat. Másfél hónap alatt körülbelül 10 évet öregedni, külsődleges eszközök nélkül és átlényegülni, hogy látványban is szinte tökéletesen máraivá vált. Ez utolérhetetlen teljesítmény. És hát nagyon sajnáljuk máig, hogy ez az igazságtalanság történt vele. Mi Dárdaival a főiskolán, már a főiskolán Herskó János módszerrel beoltva a filmet tartottuk annak a kivételes eszköznek, amellyel a valóságot láthatóvá, átélhetővé lehet tenni. Ebben kerestük a Ehhez kerestük a filmes formákat, eszközöket, például minden filmünk 2 kamerával készült, amely az abszolút egyidejűséget tette lehetővé. Mi a valóság bűvöletében éltük filmes életünket, titokban a változtatás lehetőségében reménykedve, hiszen a filmjeink nagy része 70-es, 80-as években készült, amikor már készült és érlelődött a változás lehetősége az életben, Magyarországon, a politikában, talán egész Európában, Szovjetunióban, tehát olyan szelek fújtak, amik a változás irányába mozdították a dolgokat. És hogy ma mit csinálunk, mert én többes számba szoktam beszélni, mert a pályánk teljes egészét a Dárdaival együtt töltöttük, az életünket nem, de a pályánkat igen. És hát vagy 4 kész forgatókönyvünk, ami játékfilm, de ma már csak dokumentumfilmre lehet pénzt szerezni. A változásra érett magyar vidéket a középpontban éreztük, és kerestük azokat a településeket, amelyek megpróbálják feléleszteni az 1945-től folyamatosan romló és lerombolt vidéki életet, mezőgazdaságot, falukat. A fontos, ami még a mi munkánkban fontos, és ez bizonyos mértékig érinti is, hogy Makovec filmeket csináltunk, és egyébként Makovec Imre nem csak építész volt, hanem egy Magyarországról nagyon mélyen gondolkodó ember, a magyar falut,
a gondolatai középpontjába helyező valaki, és számunkra is valahogy azt a típusú magyarságot képviselte, hogy Magyarország egy kis része főváros és város. A nagy része ma is a vidék. Az, hogy milyen állapotban van, hát éppen az a fontos, hogy olyan állapotba kerüljön, hogy javuljon, ahogy csak lehet. És hát mi róla készítettünk egy három részes filmet, és hát én azzal fejezném be a Bács Ferencről szóló gondolatokat, hogy nagyon örülünk neki, hogy több mint 15 év elteltével ez a film él, érdekli az embereket, és hát boldog lettem volna, hogyha személyesen, face to face, tehát szembe beszélgethetünk mindenkivel. Most ilyen helyzet van a koronavírus miatt, és hát én megpróbáltam kinkeservesen kihozni ebből a monológszerű beszélgetésből, amit fontosnak tartottam, de bízom benne, hogy majd változik a helyzet, és lesz még alkalom, hogy egyszer találkozzunk önökkel, azokkal, akiket ez a márai film megérintett.